A HEP-kupa döntő miatti szünetet követően folytatódik a bajnokság az NB1-B piros csoportjában. A kupadöntőben ezüstérmes szerző Nyíregyháza Blue Sharks legutóbbi 5 meccsét megnyerte, és ezt a sorozatot szeretné pénteken folytatni Siska János együttese. Erre minden esélyük megvan a cápáknak, mivel az utolsó helyen álló Bonyhád vendégei lesznek Busz Ivánék. Úgy gondolom, hogy esélyesként utazunk Bonyhádra, ez egy kötelező győzelem, mondhatom, de azért ugyanúgy készülünk, mint a többi mérkőzése. Szeretnénk olyan játékot játszani, mint mondjuk hazai pályán a Bonyhád ellen, és remélem, hogy minden játékos pályára tud kerülni. A kék cápák jelenleg az 5. helyen állnak a tabellán, azonos mutatóval a 4. BKG prímaesével. A cél az, hogy az alapszakaszból hátralévő 7 meccsen minél több nyíregyházi győzelem szülessen. Most érkeztünk el a bajnokságnak ahhoz a szakaszához, ahol el fog dőlni az alapszakasz végeredménye, és természetesen szeretnénk mi a legjobb helyezést elérni, amit csak ki tudunk hozni ebből a bajnokság alapszakaszából, ami ugye az lenne most reálisan, hogy a 4. helyen végezzünk. Azt hiszem, hogy az mindenképpen nagy előrelépés lenne, és nagy segítség lenne ahhoz, hogy a bajnokságban is 4 között tudjon szerepelni a csapat. A szeptemberi állapothoz képest úgy gondolom, hogy egyre jobb formában van a csapat. Nagyon nehéz ilyet kimondani, mert amikor kimondjuk, akkor utána nem történik meg, vagy ránk cáfol az élet, de úgy érzem, hogy a csapatunk játéka már idegenben is egyre stabilabb, és ez mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy majd a bajnokság végén pozitív eredménnyel tudjunk zárni. A 20. forduló további párosítása a következő: Veszprém MEAFC Miskolc, Oroszlány BKG prímaese, Budapesti Honvéd MAFC, Békés Budafok, PVSK Vasas Akadémia és Nagykőrös MTK Török Bálint.